1517 lett a neve ennek a sörfajtának, amit a Szent András sörfőzde készített. Ennek a sörnek a készítéséről kérdezném, műhely titkokat áruljon el nekünk. Igen, hát először is Lázár Zsolt, esperes úr keresett meg, régi jó barátom bennünket. Korábban is volt már egy ilyen együttműködés, akkor éppen egy, azt hiszem, luteránus néven egy meggyes sör volt néhány évvel ezelőtt a főzdének az esperes úrék számára készített speciális terméke. Most pedig készítettünk egy német stílusú pilsner sört, ami egy kicsit talán közelebb áll Luther egykori söréhez, bár azt lehet mondani, hogy igazából azok a sörök, amiket mondjuk nagyjából 500 évvel ezelőtt készítettek, azért azok más eljárásúak voltak, mint amiket ma készítünk, hiszen nyilván más alapanyagokból dolgoztak, illetve azóta már más eljárások is vannak, de igyekeztünk a tradicionális német, ma úgy nevezett pilzeni típusú, vagy alsó erjesztésű Lager-Pilsner sört elkészíteni. Hát ez egy viszonylag magas alkoholfokú, 5,6%-os alkoholfokú sör, ami a keresztségben a 1517 nevet kapta. Ez egy közös műhely munka eredménye, hiszen több név is forgott a csapaton belül. Tettünk mi is javaslatokat, esperes úrék is tettek javaslatokat, hogy ez lett a végső, és hát egy nagyon jó idézet is van rajta Luther Mártontól, ami szintén egy közös munka, és ennek megfelelően készítettük el a címkét is, ami egyrészt ugye a mi sörfőzdénk arculatába illeszkedő címke design, amivel egyébként nem ezzel, hanem ebben a típusba tartozóval éppen egy hónap ezelőtt nyertük meg a nemzetközi csomagolás díjat, a PAK Designt, amin külön díjasak, illetve első díjasak lettünk az alkoholos termékek csomagolásában. És akkor úgy gondoltuk, hogy igazából nem egy teljesen önálló terméket alakítunk ki, hanem egy, nevezük mutációnak, tehát egy címke módosítást. Úgyhogy ez egy másik meglévő pilsner termékünknek a címkére hasonlít egy kismérték, még meg is mutatnám egyébként. Gyakorlatilag ugye a sörfőznénk logója ez az állandó elem. Itt ugye az 1517-es év értelemszerűen Luther Mártonra utal, és itt van egy nagyon jó idézet Luther Mártontól, ami abszolút illik a sörhöz is, hiszen egyél finomat, igyál tiszta sört, és olvasd az igazságot, ezt maga Luther Márton mondta. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez mindenképpen jól illeszkedik a sörünkhöz, és hát természetesen a hátulján pedig van egy magyarázat, egyrészt ugye a Luther rózsával, másrészt pedig pontosan, hogy milyen célból készült ez a sör. Általában véve egyébként a söreinknek a beltartalmi jellemzőit is megjelenítjük, ezek nem kötelező elemek, hiszen a kötelező elemek ugye az alkoholfok, az űrtartalom, stb. Mi egyébként az ajánlott fogyasztási hőmérsékletet, a szín értéket és a keserűség értéket is megmutatjuk rajta. Ez a kézműves termékeknél egyébként egy viszonylag bevett nemzetközi szokás, ugye a multicégeknek a söreinél ez annyira nem jellemző. Ugye azt kell tudni a mi söreinkről, hogy a magyar kézműves sörök, amik egyáltalán az élelmiszertörvény kézműves söröknek engedélyez nevezni, így a miénk is csak kizárólag természetes alapanyagokból készül, és hát valójában semmi okosat nem találtunk fel, úgy csináljuk a sört, mint nagyapáink csinálták, ugye nem ipari körülmények között, tehát a kézművesség többek között azt is jelenti, hogy nem számítógépes módszerekkel állítjuk be a sörnek a különböző beltartalmi értékeit, hanem maga a sörfőzőmester állítja be személyesen, rengeteget kóstolunk, ami ugye jó dolog. Én is kóstoltam már, megvallom őszintén, az ízesített söröket. Hogy nem egy olyanra esett a választás? Mert én úgy tudom, hogy azért a cég fő profiljába ezek a sörök tartoznak inkább. Vagy tévedek? Hát is. Igen, a Békés-Szentendrási sörfőz, de az elsősorban azért országosan, sőt azt kell mondjam, hogy nemzetközi szinten is a Megyes és a Szilvás sörről ismert. Valóban egyrészt azért, mert Magyarországon mi készítettünk először meggyes sört, hamarabb, mint bármilyen más multicég. Hát természetesen azóta a piac ennek utána ment, de azt gondolom, hogy most már nyilván igyekszünk mi is több lábon állni, és sikerült talán ezt a Békés-Szent András egyenlő gyümölcsös sör sztereotípiát lebontani, többek közt az ilyen termékekkel is. Egyébként meg ugye a kérdésben úgy hangzott, hogy ízesített sör, azt egy kicsit szeretjük magunktól eltolni, mert mi nem ízesített, hanem mi valódi gyümölcsös söröket forgalmazunk, ugye ez is egy külön meghatározás az ízesített sörök, illetve a gyümölcsös sörök kategóriájában. Mi valódi gyümölcsből, ráadásul most már az idei évtől Békés-Szentendrási helyi gyümölcstermelők, beszállítók által termelt gyümölcssűrítményekből dolgozunk, úgyhogy azt hiszem ezzel is visszatérünk azokhoz a gyökerekhez, ahol
ahol talán egyébként Luther Márton második felesége is, mint sörfőzőmester elkezdte az ipart. Ugye ma úgy mondanánk, hogy házi sörfőző volt, és hát állítólag nagyon finom söröket tudott csinálni, hát nagyjából mi is az ilyen gyökerekhez szeretnénk visszamenni, tehát a sörfőzés eredetéhez, de hát természetesen ugye a modern technológiákat is felhasználva. Számíthatunk-e 2017-ig újabb Luther sörre? Hát én abban reménykedem, hogy bár ez most egy ilyen limitált példányszámú 1000 palackos gyártás volt, tehát a gyűjtőknek nagy kedvenc lesz, és szerintem hónapokon belül óriási érték lesz egy ilyet birtokolni. De azt gondolom, hogy igen, érdemes ezeket ilyen rendszeres, évente egyszeri alkalommal megcsinálni, vagy legyártani. Sőt, igazából, hogyha ha hosszabb távú ez az együttműködés, már pedig reményeink szerint az lesz, akkor kifejezetten egy külön sörfajtát fogunk rá. Nem csak a megjelenésében, hanem a beltartalmában is egy kifejezetten az evangélikus egyház számára gyártott sörfajtát fogunk előállítani. Egyébként Németországban van Luther sör, és Wittenbergben forgalmazzák, esetleg ilyet kóstoltak-e már? Hát én személy szerint nem, de azt tudom, hogy nagyjából a kelet-német, tehát azokon a német területeken milyen típusú söröket készítenek nagyjából. Egyébként ez ma úgy mondanak, hogy pilzeni típusú, tehát német pilzner, ami azt jelenti, hogy egy erősen komlózott, alsóerjesztésű, viszonylag nagy maláta tartó, magas beltartalmi értékű sör, hát mi egy ilyesmit állítunk elő. Nyilván a víz is nagy mértékben befolyásolja a sörnek az ízét, bár a mai víztisztító berendezések mellett már gyakorlatilag ez azért talán nem olyan jelentőségű, mint akár Luther Márton idejében. Úgyhogy nyilván igyekszünk egy hasonlót csinálni, de tulajdonképpen szeretnénk egy Szent Andrási specialitást csinálni, ami valahol azért mégis egy német pilzner, de tulajdonképpen egy magyar érték és Szent Andrási termék. Megkérem püspökeinket, jelenlévő püspökeinket, hogy álljanak a pult mögé. Igen, igen, beférünk is, sok jó ember kis helyen is pult. Beférünk. Egy ünnepi pillanat következik, felszólítom, fölkérem Lakner Pál, hogy mondja néhány gondolatot itt a sör teológiájával kapcsolatosan, hiszen itt vagyunk egy nagyszerű alkalmon, amikor a 1517 Luther sörnek az első csapolására sor kerül. Itt az Ótemplom tövében, a Korona étteremnek kertjében. Kérlek, szólj néhány gondolatot. Kedves kollégák, eredetileg Orosz Gábor Viktort kértük föl erre az előadásra, aki másfél órája elküldte az előadásának vázlatát. Tehát most én leszek a magyar hangja. Itt néhány alapvető dolgot szeretnék mindenkinek az emlékezetébe idézni. Például, hogy a középkori szerzetesek sör iránti szenvedélyét az ébresztette, hogy a viszonylag szerény életükhöz tápláló és jó ízű italt kívántak fogyasztani. És mivel a folyadék fogyasztása nem számított a bőjt megsértésének, a sör megengedett ital volt, ezért lett folyékony kenyér. Aztán a 10-11. Században rengeteg szent történetet ismerünk, például Metzi Szent Arnoldot, aki felhívta a figyelmet, hogy a víz fertőző ellenben a sör még Pest is alatt is egészséges. A főzött sör természetesen és nem a hidegen készített. Belgiumban használtak először komlót a sörkészítéshez, amelyet nagyon sokan rosszallással fogadtak, mert akkoriban egy különleges fűszerkeverékkel ízesítették a sört, rozmaring, mirtusz és tölgyfamak keverékével. Sokszor azonban halucigén anyagokat is, például belindeket kevertek a sörbe. Az ilyen sörkészítőit viszont boszorkánysággal vádolták, ők voltak a sörboszorkányok, az utolsót 1591-ben, tehát a jubileumi év után három nemzedékkel égették meg. Orosz Gábor Viktor felhívja a figyelmet arra, hogy a komló alkalmazása teológiai és emberjogi szempontból előrelépés volt. Negyedik Vilmos bajor fejedelem a reformáció előtt megérezte, hogy a sör tisztasággal foglalkozni kell, tehát elfogadta 1516-ban, vagy kiadta azt a sörtisztasági törvényt, amely kimondja, hogy árpa, maláta, komló és víz használható. Mondhatnánk azt is, a világ legrégebbi, ma is hatályos élelmiszer tisztasági törvényével állunk szemben. Ez egy olyan kánon, zsinórmérték, amihez minden mai sörkészítő is igazodik. Lutherről nagyon sok mindent tudunk,
azt talán elfelejtjük, hogy az apósa maga is sörfőző veje volt, aki erre utalva többször kijelentette, hogy mindenki, ki sört készít, Istent és a gazdagságot szolgálja, ha sikeresen műveli hivatását. Van egy latin mondat, ettől most eltekintek, magyarul így hangzik, a bor Isten ajándéka, a sör az ember öröksége, jelentette ki. Egy leveléből is egy rövid idézet. Nem felejtem el, hogy milyen jó borom és söröm van otthon, legalább olyan jó, mint csodálatos feleségem, hogy azt kellene mondanom, uram. Jól tennéd, ha küldenél nekem egy egész pincényi bort és egy palack sört, mert különben haza sem megyek addig, amíg az új sör el nem készül. A katolikus teológiában van egy nagyon komoly vita kérdés, miszerint ha nincs víz, lehet-e levessel keresztelni. Erre a klasszikus szeminárista válasz úgy hangzik, hogy amit a teológus diáknak felszolgálnak, azzal igen, amit a püspök és a kanonokok kapnak, azzal inkább az utolsó kenetet lehetne elvégezni. Luther azonban azt mondja, hogy egyébként az ige a keresztség principiuma, ha szükséghelyzetben nem áll rendelkezésre víz, akkor nem probléma, ha valaki sörrel keresztel. Ha valaki sört iszik, hamar álomra szenderül, aki hosszan alszik, nem vétkezik, aki pedig nem vétkezik, bejut a mennyországba, ergo ígyunk sört, üzeni nektek Luther Márton. Köszönjük szépen! Lakner Pál, Orosz Gábor magyar hangját hallhattuk. Igyekeztünk egy olyan sört létrehozni, amelyik talán a legközelebb áll, legalábbis azokból a sörökből, amiket mi készítünk, a Luther Mártoni örökséghez, abban az értelemben, hogy arról a vidékről származó típusú pilzeni, tehát alsóerjesztésű, erősen komlós, erősen malátás, viszonylag nagy alkoholfokú, tehát 5,6%-os alkoholfokú, nagyon nagy, magas beltartalmi értékű kézműves sört hoztunk létre. Csak magunkról annyit, hogy a Békés-Szentendrási sörfőzde Magyarország egyik legrégebbi kézműves sörfőzdéje. Hát ez nem olyan nagy idő, mert 1992-ben alakultunk. Nagyon kevesen maradtunk meg már a szakmában a régiek közül. Közel 500 sörfőzde volt Magyarországon a rendszerváltás utáni időben. Ma pedig a piac 95%-át 4 darab multi cég uralja, a maradék 5%-on osztozik meg az összes import és a körülbelül működő 40-45 kis sörfőzde. Ez a sör gyakorlatilag nem egy különálló termék, abban az értelemben, hogy ezt a sört mi egyébként normál kereskedelmi forgalomban is egy másik dizájnnal készítjük, ugyanezzel a pilzeni beltartalommal. Azt kell tudni, hogy a maga címkének a végső dizájnja az illeszkedik a mi termék portfóliónkban, azaz gyakorlatilag hasonlít az összes többi termékünkhöz. Ennek többek közt az is az oka, hogy körülbelül egy hónappal ezelőtt nyertük meg ezzel a termékportfóliónkkal a nemzetközi csomagolási nagydíjat, ahol a legtöbb multicéget, a Heinekent, a Drehert és a Shop, illetve a Pécsi sörgyárt is megelőzve Magyarország legszebb sör dizájnjának választott minket a nagy hírű zsűri. És köszönjük szépen. És ebből az okból nem gondoltuk azt, hogy változtatni kéne, úgyhogy kicsikét inkább csak átalakítottuk. A hátcímként természetesen megjelenik maga Luther Márton is, illetve egy leírás arról, hogy ez a sör pontosan milyen célból készült, illetve az előcímként pedig egy idézet magától Luther Mártontól: egyél finomat, igyál tiszta sört, és olvasd az igazságot. 1000 példányban készítettük el ezt a sört, úgyhogy azt gondolom, hogy érdemes lesz megőrizni belőle egy-egy palackot, hiszen nem sokára hatalmas gyűjtői érték lesz, mert tényleg abszolút limitált példányszámban készült, úgyhogy én nagyjából azt hiszem a 2 percben ennyi fér be, de egy utolsó mondatot még csak azért, mert itt ilyen bibliai idézetek is elhangoztak, és mi egészen, a sörfőzőknek van egy olyan, hogy mondjam, egy ilyen kis mondása, ami talán még egészen Ádámig és Éváig is visszavezet, hogy az emberiség azért kezdte a gabonát nemesíteni, mert alkoholos italt akart belőle erjeszteni, és nem a kenyérért. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen! Én felkérném az első csapolásra 2 püspökünket, valamint megkérném Bíró Tibor urat, akit itt látok, a mezőgazdasági főiskola dékányát, aki ennek a konferenciának helyt adott, hogy így hárman húzzák meg úgymond az első csapolásnak a karját. Segítsünk, Edith, abban kérek, hogy azt segíts megmondani, hogy melyik oldalt van.
De melyik a... Igen. Jó, akkor kérném a csapolást, tehát egy ünnepi pillanat következik, amelyet így hárman végeznének. Lelki ital, ez már rajta. Tehát a lelkész konferencia hivatalos lelki itala, azért is lelkivel beszélünk róla, de nem kapjátok egyenlőre meg. És egyetlen egy fárasztó poén, sokan ismerik már, de hát ha vannak újszülöttek, ugye sok szó esett arról, hogy a testünk ugye a lélek temploma, ez a sör is gondoskodik arról, hogy a kupola is rendben legyen a templomon. Úgyhogy áldott kupolaépítés ennek a sörnek a segítségével, és akkor húzzuk meg a csapat együtt Jánossal, jó? Hárman, jó, mondjad. Számolj! Egy, kettő, három! Rum! Rum! És még folyik. És még mindig folyik, igen. És még mindig folyik. És mind az 50 liter fog folyni. 50 liter csapolás, tehát 50 litert csapolunk itt ebből a sörből, tehát az 1517-ből, és mellette pedig kb. 800 palac található itt. Mert mindenkit szeretettel várunk, kóstolja meg a sört. Önköltségi áron 200 forintért tudjuk a pohár a sört árulni, ezt pedig már nem áruljuk, csak adományt elfogadunk szeretettel, és egy üveg sör, az pedig 350 forint. Fogyasszátok, szeretettel kóstoljátok. Isten értesen. Egy húzásra egy húzása nem, egy közös kehelyt körbe adni, jó? Jó. Szakrális következik. Közös kehelyből, borsóban. Iható. Higgyétek el, hogy iható. Az lelki ital, hinni kell, úgyhogy. Így kellett volna a babgulyással is, hogy én ettem volna először, és akkor hittétek volna. Nem tudom, volna az ízét. Akinek talán túl erős ez a sör, ez egy 5-6-os, ahogyan ezt már említettük. Van egy 3-7-es, nagyon finom megysör is, abból is lehet hasonló feltételekkel. Skorka Kati ájutatához kapcsolódom, aki azzal biztatott bennünket, hogy 3 harang szava és 3000 ülőhely gyönyörű látványa indít el bennünket. Én most egy 3-as struktúrában szeretnék számotokra beszélni a sör teológiájáról. Elindulva azzal, hogy ha az ivóvizet nem számítjuk, akkor a sörben 3 alapanyag kapcsolódik össze, az árpa, a maláta és a komló, amit ezt már hallottuk. A sör útja 3 szakaszra osztható, van egy kezdet, van egy érlelődés és van egy megérkezés. És végül pedig a 3 teológiai kifejezés, az ókori és a keleti, tehát a görög teológiából az apoteózis, a kenózis és a perikorézis, ami a teológiai foglalatot kijelöli itt most. Hogy érthetjük mindezt? Ha az árpára, a malátára és a komlóra gondolunk, akkor látjuk azt, hogy a sörnek más alkoholos italokhoz képest nagyon szerények a kezdetei, mert a szőlőhöz, a cseresznyéhez, a szilvához, a barackhoz, a körtéhez képest, akár az árpa, akár a maláta, akár a komló nagyon-nagyon szerény. Annyira szerény, mint a létező hierarchiájában legalul az ember, akiről mégis a görög teológia azt állítja, hogy meg fog istenülni. Az apoteózis folyamatán fog keresztül menni, és egyre magasabbra jut. Ezen az úton indul el az árpa, a maláta és a komló, amikor elkezdődik a sör élete. De ahhoz, hogy az árpából, a malátából és a komlóból sör legyen, mind a hármuknak el kell veszteniük a szubstanciájukat. Az árpának az árpaságát, a komlónak a komlóságát, a malátának pedig a malátaságát. Más szóval meg kell üresíteniük magukat az árpaságtól, a komlóságtól, illetve a malátaságtól, mert ha megmaradnak az ő mi voltukban, akkor soha nem lesz ebből sör. És miután megüresedtek, erre utal a kenózis, a második kifejezés, létrejön az az érett egység, amit a görög teológia már a Szent Háromság 3 személyére vonatkoztatva a perikorézisszal, tehát az egymásban éléssel fejez ki, és ahogy az árpa, a maláta és a komló ebben a gyönyörű, érett, szerves kapcsolatban egyesül egymással, az szinte csak a perikorózis gyönyörű kifejezésével értett szent háromsági együttesel adható vissza. És hogy lesz ebből evangélium?
Úgy lesz ebből evangélium, hogy a Perikorézis egyik mai hortárs amerikai kutatója és alkalmazója, Buster Krüger nevű amerikai teológus, erre a régi fogalomra ráépít egy nagyon jól átélhető kortárs képet, mégpedig azt, hogy a Szent Háromság személyei egy isteni táncban forranak össze. Az egymásban élés, a kapcsolat, a kölcsönösségben és a kölcsönös egymás mellé rendelésben olyan, mint egy tánc, mint egy örömtánc, és ahhoz, hogy a Szent Háromsági isteni kapcsolat valamilyen módon, ami emberi kapcsolatokat is meghatározza, átformálja, az igenis egy nagyon kézenfekvő és hatásos katalizátor a sör. Ígyatok belőle minél többet, és táncoljatok tőle minél vidámabban.